Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy videó a lövésről, mint ahogy ígértem az utolsó videómban, a szükséges lépésben. Tehát fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan igyekezzünk megnyerni lövés csatákat. Persze ez egy ilyen macskakörmös dolog lenne, mert mindenkinek megvan erre természetesen saját technikája, de nyomom észrevettem egy dolgot Battlefield-ben, Battlefield-ben vannak tipikus dolgok lövéssel kapcsolatban, plusz van még egy dolog, amit, hogy úgy mondjam, hogy Call of Duty-ról hoztam át magammal, és úgy veszem észre, hogy hasznát veszem ennek, és akkor már úgy gondoltam, megosztom veletek, srácok. És kíváncsi vagyok, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy gondolkodtok ti erről, hogyan látjátok ezt, amit itt mondani fogok, úgyhogy hagyjatok ott majd egy kommentet a témával kapcsolatban, és a pro Battlefield-esek, akik úgy érzik, hogy jól tudnak lőni, azoknak is kíváncsi vagyok a kommentjékre, hogy hogyan vélekednek ők ezzel kapcsolatban, miközben itt az Operation Lockeron egy igazán zúzda meccset játszottam, nem az egész van fönt, megint csak így lesűrítettem az izgalmasabb részeire, de nagyon komoly meccs sikeredett belőle. Nos, megpróbálom összefoglalni a gondolatot, miközben itt a felvezetőt elmondom, hogy lövés. Nos, egy kicsit hasonlítani fogom az egészet a Call of Duty-hoz, mert amit hozni akarok magamra, és amit mondani akarok magamra, egy kicsit onnan is ered. Ugye, Call of Duty-ban a lövésnek van egy fontos szerepe a szórásnak, a golyó szórásnak, ugye? Call of Duty-ban, hogyha szeretnél jobban lőni, akkor számításba veszed a golyó szórást is, és megpróbálod felhasználni azt is, hogy lelőd az ellenfeledet, mert egy jó Call of Duty is, amikor lő, az mindenképp számol a golyó szórással, és úgy számol vele, hogy az egy nagyon effektív dolog arra, hogy lelőd az ellenfelet. Battlefield-nél is számolunk ugye a golyószórással, csak mire számol egy tipikus Battlefield-es a golyószórással? Azt számolja, hogy kiküszöbölje. Minél inkább kiküszöbölje, stabilitást adjon a fegyvernek, tehát ezzel számol egy Battlefield-es. Nem szeretjük a golyószórást annyira a Battlefield-ben. Így aztán nem olyan, mint Call of Duty-ban. Call of Duty-ban én kifejezetten szeretem a golyószórást, mert életmentő tud lenni nagyon-nagyon sok helyzetben. Viszont Battlefield-ben ugye mire törekszünk, arra törekszünk, hogy kiküszöböljük a golyószórást a fegyverekbe, hogy távolra is minél pontosabb legyen, és minél kevésbé rángasson. Nos, azért már eljött a Battlefield-ek újkora, nem? Szóval abban azért megegyezhetünk egy BFBC2, BF3 és BF4, ahol úgy gondolom, ez az én véleményem, kíváncsi vagyok majd a tietekre is, tehát én úgy látom, hogy azért a lövés mint olyan is kezd változni, tehát kezd egy kicsit kódos lenni, hogy úgy mondjam. Ennek megfelelően van egy technika például, sok-sok technika mondjuk, abban, hogy hogyan fordíthatod előnyre a Battlefield rövid távú csatákat például. És azért van egy tulajdonság, amit a Battlefield, tipikus Battlefield játékosok, és kíváncsi vagyok tényleg a véleményetekre ebben, nem csinálnak. Ugye ahhoz, hogy Battlefieldben minél precízebben lőj, ahhoz gyakorlatilag vagy letérdesz, vagy lehasolsz, vagy megállsz egy helyben, azért, hogy a fegyverednek nagyobb stabilitást adj. És ugye ezzel kiköszöbölve azt a bizonyos golyószórás, ami van a fegyverekből. Na most ugye a kodban, ha életben akarsz maradni, akkor mozogsz. Tehát miközben lősz, már akkor is nyomod az A-t, a D-t, az S-t, mindent nyomsz, mozogsz, hogy elkerüld a golyószórást, elkerüld a minél precízebb célzást. Na most a lényeg az, aki kodozik is, és Battlefield-ezek is, és javítsatok ki most, ha nem így van, miközben lőtök, ti, akik kodoztok és Battlefield-ezek, miközben lőtök, fogadjunk, hogy mozogtok jobbra-balra is, tehát használjátok az autodét, az est, miközben lőtök, mert egy reflex belép a kodból, hogy ott mozogni kell, hogy ne lőjenek rá. És hányan vettétek észre azt, hogy bizony ez Battlefieldben egyre inkább hasznosabb tud lenni. Miért? Mert egy Battlefield játékos, egy tipikus Battlefield játékos megáll egy helyben, mikor lőni kell, hogy kiküszöbölje a golyót, a golyószórás, és csak az egeret magát mozgatja, hogyha le kell tévet követni.
Miközben az, aki mondjuk szokott kodozni, és az ujjában van az, hogy jobbra-balra mozogjon lövésnél, az eleve elkezd mozogni. Tehát nyomja az AS, DB, ASD-t, nyomja miközben lő, ezáltal nagyon-nagyon sokszor megúszza azt a bizonyos csatát. Tehát én is azon vettem észre magam, hogy miközben lövök, folyamatosan nyomom a VASD-t, és megpróbálom elkerülni az ellenfelet, miközben az ellenfelem áll egy helyben. Ezáltal nekem könnyebb célpontot nyújt. Ugye mondhatnám azt, hogy a golyószórás miatt nem kéne mozognom, mert hogy akkor nehezebb eltalálni. Na de viszont... ez azt hiszem, hogy a mostani Battlefield-ek, tehát BFBC 2 óta ez már azért nincs így. Tehát megengedheted magadnak azt a kényelmet, hogy mozog, miközben lő. Szóval aki tipikus Battlefield-es vagy aggódik, hogy most nem fogja tudni pontosan eltalálni, az nyugodtan próbálja ki, hogy VASD-t nyomkodja, miközben lő az ellenfélre is, és gyakorlatilag a fegyver nem fog olyan szinten szórni, mint amilyen szinten az ember félti, hogy fog szórni. Szórni fog, lehet, hogy bele fog kerülni egy táradba is néha, hogy lelője egy ember, de viszont amikor arra kerül sor, mikor egy olyan bizonyos közelharcra kerül a sor, akkor egy reflex, hogyha beáll, hogy jobbra-balra mozogsz, miközben lősz, akkor nagyon-nagyon sok csatádat fogod megnyerni, mert ugye a tipikus Battlefield játékos meg fog állni egy helyben azért, hogy lelőjön. És hogyha te megtanulod azt, hogy például ha kifordulsz egy saroktól és lősz, és rögtön még mellé nyomod azt a bizonyos ASD-t is, akkor bizony nagyon-nagyon-nagyon sok csatát fogsz így megnyerni. Szóval ez lenne az egyik fő észrevétel, hogyha különbséget akarsz csinálni abban, hogy jobb legyél, hogy egy kicsit jobban tudj lőni, akkor jó, hogyha úgy mondom, egy kicsit kódosítod azt a lövésorrendet, és nem a tipikus Battlefieldre vész, hogy leállsz, miközben lősz, hanem megtanulod, vagy megtanulod az ember egy kicsit használni a többi gombot is lövés közben. Én emlékszem, annak BFBC 2-nél adott fegyvereknél mindig letérdeltem, mert ugye úgy volt a legprecízebb, egyik legprecízebb lövés, ugye úgy lehetett leadni, hogyha letérdelnek, és hiszem, mennyivel könnyebb lőni. De már ott is voltak olyan fegyverek, ahol gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, a pörgősebb, agresszívebb játékot tudtam csinálni. És most Battlefield 4 itt van, és gyakorlatilag szinte az összes fegyvernél el lehet játszani egy ilyen pörgős, közelharci csatát vívni, nem kell mindig a távolságokra hagyatkozni, és a precíz lövés, ahol megállsz, nem beszélve arról, hogyha megállsz, a mesterlövésznek tökéletes préda vagy. Szóval, hogyha az ember hozzászokik ahhoz, hogy VASD, akkor bizonyal nehezebb célpont a mesterlövészeknek is, hogy úgy mondjam, a tipikus Battlefield játékosokkal szembe igen könnyen nyerhet fegyver párbajokat. A következő, amit szerettem volna mondani, ja igen, megvan, mégpedig ugye kodban mondtam egy olyat, hogyha lőni akarsz, akkor gyakorlatilag a célkeresztet egy kicsit a képernyő közepe fölött kell tartani, azért, hogy a golyószórással netán headshotot is tudj adni. Ugye Battlefieldben viszont ezt próbáljuk ellensúlyozni, hogy ne menjen túlságosan fölé a fegyver, és ne rángasson fölé. Úgyhogy ugye Battlefieldben nem célszerű a képernyő közepe fölött tartani egy kicsivel a célkeresztet, hogy nehogy ugye az első lövésnél fej fölé lőjünk. Úgyhogy hát azért Battlefieldben ez egy ilyen egyértelmű dolog, de sokszor az a legegyértelműbb dolog, nem a legevidensebb. Úgyhogy elmondom csak úgy a biztonság kedvé, ugye Battlefieldben, hogyha golyószórásra is akarunk számítani lövésnél, hogy az is segítsen, akkor célszerű a célkeresztet, a négy kis fehér vonalaskát, célszerű a képernyő közepén, vagy a képernyő közepe alatt tartani egy picivel. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha hirtelen reflexből kezdesz el lőni, nem tudsz figyelni az egérnek az ellensúlyozási mozgására, ezért a fegyvered a játékban, az animáció helyből fölfelé rángatja a fegyveredet a magas golyószórás miatt,
Ezáltal azzal, hogy egy kicsit lentebb tartod azt a bizonyos célkeresztet, ezáltal a golyószórás, ami felfelé viszi a fegyveredet, az egész ellenfél testén végigmegy, jó esetben megemelve a százalék esélyét arra, hogy headshottal végződjön az a bizonyos csata, és minél kevesebb golyót lőj mellé. Szóval ez úgy gondolom, hogy azért kulcsfontosságú, egyértelmű dolog Battlefield mellől. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondolkodtok, és hogyan látjátok ezt a dolgot, úgyhogy írjátok le nekem. De én így szoktam csinálni, ha figyelitek, azért a célkereszt nagyjából a képernyő közepén van, néha egy picit alatta, azért, hogyha hirtelen kell lőnöm, hirtelen kell céloznom, akkor mellkastól felé vigye a fegyveremet a golyószórás, vagy ha nózumban kell lőnöm, szintén az történjen, hogy így fölfelé menjen ezzel számolva a golyószórás, fegyver mozgási animációt, hogy úgy mondjam, és ezzel a sikerül headshotban végződjön az a bizonyos lövés, ezáltal is sikerül megnyernem azt a bizonyos csatát, még akkor is, ha én állok vesztésre, mert Battlefieldben az azért ez időnként elő tud fordulni, hogy vesztésre ez, de ha jól tudsz lőni, akkor bizony meg tudod nyerni azt a bizonyos csatát, akkor is, ha te voltál hátrányban. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, Necrocream voltam, a következő videóig, sziasztok!